400 millió cukorbeteg él a világon. A diabéteses betegek száma várhatóan még növekedni is fog a következő években. Az orvosok régóta próbálnak figyelmeztetni a betegség veszélyeire, következményeire, járványszerű méreteire. 400 millió cukorbeteg. Egyes becslések szerint 2035-re ez a szám akár a 600 milliót is elérheti a világon. Leginkább a 40 és 59 év közöttiek korosztályát veszélyezteti a betegség kialakulása. Itthon a KSH kutatásai azt mutatják, hogy amíg 2003-ban 10 000-ből legalább 12 embert érintett a diabétesz, addig 2013-ra majd kétszeresére növekedett a háziorvosi és a gyermekorvosok által diagnosztizált cukorbetegek száma. A fő kockázati tényezők közé tartozik a megnövekedett tápanyagbevitel, a kiegyensúlyozatlan étrend, valamint a mozgáshiányos életmód. Ezért is lényeges a megelőzés szerepe. Fontos, hogy az érintettek tudatosan változtassanak életvitelükön és együttműködjenek a segítő egészségügyi szervezetekkel és intézményekkel. Azonban, ha már tudnak a cukorbetegségükről az érintettek, akkor is rengeteg kérdés merülhet fel a szövődményekkel, a várható mellékhatásokkal és a kezeléssel kapcsolatban. Vendégünk a stúdióban dr. Gál Zsolt, diabetológus osztályvezető főorvos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük azzal, hogy nem véletlen, hogy éppen most beszélgettünk a cukorbetegségről, hiszen november 14-e volt a diabétesz világnapja. Mi ennek a jelentősége? November 14-én ünnepeljük a inzulin felfedezőjének a születésnapját, és ez egyfajta alkalom arra, hogy az egész világon felhívja a cukorbetegség elleni küzdelemre mindenkinek a figyelmét. Annál is inkább indokolt ez, hiszen a számok elég riasztóak. Óriási méreteket öltött a cukorbetegség elterjedése, nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban. Tudunk pontos számokat? Igen, most novemberben hozta nyilvánosságra a Diabétesz Társaságok Nemzetközi Szövetsége az aktuális becslését. Kiadják az úgynevezett Diabétesz Atlasz következő kiadását. Ők azt írták le, hogy 415 millióra nőtt a betegek száma. Ezt, hogyha összevetjük azzal, hogy két évvel ezelőtt 386 millióra becsülték ezt a számot. Hihetetlen és rendkívül gyors a növekedés, valódi világjárványról van szó. És ha a szűkebb területet nézünk Európában, mintegy 60 millió beteg él, és a betegek fele nem tud arról, hogy ő cukorbetegségben szenved. Magyarországon pedig közel 1 millió ember érintett? Valamilyen módon, tehát a cukorbetegségben, vagy az azt megelőző állapotban valóban mintegy 1 millió ember, és itt Magyarországon is igaz, hogy a emberek fele, aki érintett, nem tud a betegségéről. Meglehetősen alattomos betegségről beszélünk, sokáig nem érzékeli a beteg azt, hogy elindult nála egy folyamat. Milyen folyamat, vagy milyen lefolyásról beszélhetünk, és mi a jelentősége annak, hogy korán ismerjük fel a cukorbetegség kezdetét? Valóban alattomos a betegség, mert gyakran már a szövődmények hívják fel a figyelmet a betegségre, és az első kóros folyamatok akár a felfedezés előtt 8-10 évvel már kimutathatóak. Tehát a késői felismerés erre a betegségre jellemző, és az, hogy nincsenek tünetek sokáig, csak a nagyon magas vércukorok szint okoz tüneteket, és hát addig kifejlődnek a szövődmények, amelyeket már akkor nagyon nehéz befolyásolni. Tehát a korai felismerés az rendkívül fontos, de a legfontosabb és legjobb üzenet az, hogy a betegséget tudjuk jól kezelni. Tehát a jól kezelt betegség esetében nem igaz az, hogy kialakulnak a szövődmények, és nem igaz az, hogy megrövidül az élet. Meglehetősen sokrétű betegségről van szó, hiszen a cukorbetegség az egész szervezetet érinti. A nyugati típusú orvoslás jellemzően specializálódik különböző részterületekre. Azt gondolom, ez az a betegség, ami az egyike azoknak, ami igazán felhívja a figyelmet arra, hogy holisztikusan érdemes gondolkodni az orvoslásban és a gyógyításban. Nagyon sokféle, pontosan a szövődmények miatt sok területről van szó. És sokféle típusáról a cukorbetegségnek, amiről talán nem esik elegendő szó.
cukorbetegségről beszélünk, leggyakrabban az úgynevezett kettes típusú cukorbetegséget értjük rajta, de tény és való, hogy mintegy 50 különböző fajta cukorbetegségről tudunk, és hát ezeknek a kezelése, a prognózisa teljesen eltérő is lehet, úgyhogy ez egy fontos dolog, hogy lehetőleg megpróbáljuk azonosítani, hogy miről van szó, és amit ön említett, hogy a cukorbetegek kezelése nem abból áll, hogy kizárólag a vércukorszintet próbáljuk befolyásolni, hanem kezelni kell a vérnyomást, kezelni kell a súlytöbletre, gondolni kell, kezelni kell az ereket, a vesét, az idegeket, akkor, hogyha erre szükség van, tehát tényleg a beteg egészét kell tekinteni, és nem pedig csak egy-egy szervét, vagy egy-egy tünetét. És akkor még nem is említettük a legújabb kutatásokat, ami szerint a mentális zavarokra is nagyon komoly hatással van, akár az Alzheimer betegséget, az Alzheimer kort egy hármas típusú cukorbetegségként kezdik emlegetni. Tehát itt azt gondolom, hogy egy nagyon széles körű összefogásra és együttműködésre van szükség a különböző szakterületek részéről. Ez így van, tehát együtt működünk, egyfajta csapatban működünk, és ami még különlegesebben a betegségben, hogy ez nem a... Azt is mondták régen, hogy nem az orvosokra való a kezelés alapvetően, hanem a szakdolgozókra, a nővérekre, mert a cukorbetegek kezelésének az alapja a megfelelő oktatás, az, hogy a betegnek legyen megfelelő ismerete, és minél jobban ő tudja kezébe venni a diabétesz kezelését. Tehát legfontosabb a megelőzés, azt gondolom, és ez is itt talán az oktatás az, ami komoly hangsúlyt érdemelne. Igen, a megelőzés, és hát erről lehet sokat beszélni, és lehet tenni is. Tehát a jó dolog az, hogy mindenki tud tenni azért, hogy ha nem beteg, hogy ő és a környezete lehetőleg ne legyen beteg. Említésre került az, hogy a rossz életmód, a rossz táplálkozás, az elhízás, ugye ezek magukban hordják annak a csíráját, hogy később cukorbeteg lehet valaki. De hát egy ideig a folyamatokat vissza is lehet fordítani. És hogyha arra gondolunk, hogy az iskolákban a gyermekeket is lehet már oktatni, arra gondolunk, hogy lehet hangsúlyozni a testmozgás fontosságát, az egészséges táplálkozást, akkor azért ezek nagyon biztató jelek. És azt gondolom, hogy jó irányban indultunk, hiszen a mindennapos testnevelés bevezetése, még ha döcögősen is, a menzareform, még ha döcögősen is, de mindezt a célt szolgálják. Igen. Dr. Gál Zsolt, köszönjük szépen, hogy befáradt a stúdióba hozzánk. Köszönöm.